Az 1960-as évek végén ismerkedtem meg Halmi Mityúval, és a műveivel kicsit később. Az én szememben ő egy legenda. Egy olyan ember, aki Párizsban járva, és ott a múzeumokat végignézve, rájött arra, hogy a magyar népművészet az a forrás, amiből táplálkozhat az ő művészete is. Talán túlzásnak tűnik, hogy azt mondom, hogy legenda, de még jobban elvetem a súlykot, mint hogyha Bartók és Kodály nyomán indult volna el a magyar népművészet és az univerzális művészet egybeszövésének útján. Később tudtam meg, hogy ő Hanvas Bélával levelezett, egy világképet épített. Egy olyan rendszert alkotott, amiről sok jegyzetem megmaradt, amelyik hát gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ő maga most úgy gondolja, hogy torzóban maradt az életműve. Ezzel együtt ezek a piramis formában rendezett képek, amelyeket abszolút az ő instrukciói alapján építettünk fel, azt hiszem mindent elmondanak a művészetéről, hogyha csak a piramis csúcsán lévő három képről beszélek, az egyik a kecsedi kettes változat, a név rejtélyes, a csodafiú szarvas, a harmadik pedig sámán dob. De már ezek a címzések elvisznek bennünket oda, hogy az ember érzi, hogy miből táplálkozott ez az ember. Mondom, most ő úgy érzi, hogy torzóban maradt a tevékenysége, de olyan hatalmas célt tűzött ki magának, ami hát szinte beláthatatlan és szinte kivitelezhetetlen. Nagyon örülök neki, hogy a Műcsarnokban most egy méltó kiállítást rendezhettünk neki. Tudnék, ugye a 60-as évek végéről beszéltem, ezek a művek a 60-as, 70-es évekbe keletkeztek. Hát az akkori kulturpolitika számára maga az, hogy ezek értelmezhetetlen, nonfiguratív valamik voltak, eleve kitaszította őt a pályáról. Neked hogy jutott eszedbe, hogy a Műcsarnokba kiállítást kell rendezni Halmi Miklósnak? Ez egy kötelezettség volt számomra. Én is 30-40 éve követem, amennyire lehet az ő rejtőzködő művészetét. A Bartóki hasonlat nagyon érdekes, hiszen azt a világlátást sem fogadta osztatlan lelkesedést a maga idejében, mint ahogy a Halmiét sem. Egybeesett ez a fajta tájékozódás, kozmikus igényű tájékozódás, ami nem elég azt mondani, hogy filozófus festő, mert többről van szó, nem csak az emberi dimenzióban gondolkodó filozófiáról van szó, hanem a lét alapkérdéseit feszegető festészeti programot dolgozott ki, és azóta érdekel ez, hogy hogyan alakul a sorsa, és most, hogy megtehettem, hogy meghívom ide, örömmel tettem ezt meg. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy Sámán Doba címe, annak a, egyébként a kozmosz számtalan példáját fölelevítő képnek a kapcsán. A hanghullám terjedésétől a napkitörésekig, az ezotéria különféle kozmikus képen keresztül mindenféle asszociációk fölmerülnek, és ugyanakkor par excellence festő problémákkal megküzdve alkotja ezeket a képeket, és magát a rendszert, hogy legyen 100 kép alul és 84 a piramis felső emeletein. Ez egy nagyon érdekes program. A technikájáról csak annyit, hogy többnyire reliefszerű képeket látunk. Őszintén szóval, bár magam is festő vagyok, de a technikáját nem tudom értelmezni. Nem tudom hova tenni, de az, hogy kozmikus festő, van itt két másik képe is, aminek a technikájával szintén nem tudok dűlőre jutni, ami ugyancsak erre utal, itt a bejáratnál. Én el vagyok kötelezve ezeknek a képeknek fiatalkorom óta, tehát lehet, hogy némi elfogultsággal vagy előítéletekkel viszonyulok hozzájuk, pozitív előítéletekkel viszonyulok hozzájuk.
mert a maga idejében ez teljesen váratlan volt. Egyedül volt ezzel. Ő neki nem voltak követői, nem voltak tanítványai, hogy végig azon gondolkoztam, amikor ezeket a képeket a Miklós meghatározta, hogy milyen sorrendben legyenek felrakva, és amikor felraktuk ide, hát engem teljesen lenyűgözött. De vajon egy mai nézőnek, aki egészen más festészethez van szokva, szerinted van aktuális mondani valója? Az egyik aktuális mondani való az éppen a most közöttünk kialakult, nem teljesen közös vélemény, hogy festészete a relief-szerű képalkotás. Úgy gondolom, hogy éppen ebben a 60-as, 70-es években döbbent rá nem csak a magyar festő vagy magyar festők arra, hogy a világ nem annyi dimenzió, ahogyan addig sejtettük, hanem megjelentek az elektromikroszkopikus képek, amik megihlették a festők egy részét, fantasztikus non-figuratív világokról derült ki, hogy azt nem úgy látjuk a saját érzékelő apparátusunkkal. Ezek olyan új dimenziókat is ledöntő információk, amiben úgy látom, hogy ez a fajta hánydimenziós a kép, hánydimenziós a relief, ezek nem érvényesek. Ő egy vagy kettő plusz dimenzióban látó ember. Hát még csak annyit hozzá, hogy a maga idejében ez teljesen kilógott a kortárs képzőművészetből. És Halmi Miklós, habár szinte mindenki ismerte, de valahogy úgy félretették. Talán nem is politikai szándékból egyértelműen, hanem inkább az értetlenség miatt. És az ember csak abban reménykedhet, hogy a mostani fiatal generációnak ez egy befejezetlen útnak a lehetőségét mutatja, vagy annak a folytatását. Én azt gondolom, hogy ez a kiállítás, ez egy reveláció, hogy előszedni olyan műveket, amelyek, mit tudom, 30-40 évvel ezelőtt készültek, és egyáltalán nem porosodtak be, vagy váltak értelmezhetetlenné, hanem a tovább folytatás lehetőségét sugallják. Valószínűleg egy olyan jelrendszer is megbúvik ezek mögött, így együtt látva a képeket, mert valószínűleg egy festő a saját műtermében, ahol raktárszerűen fekszenek egymásonnak támaszkodva a képek, ez nem teljesen nyilvánvaló. Itt nyilvánvaló, hogy a Kossuth címer, az ősi magyar címerben általa látott világmodell és egy másik világmodell kapcsolatban állnak egymással. Ez azelőtt föl sem merült, ez a 20. század egyik pozitívuma, hogy van erre képes alkotó, aki holisztikusan lát. A magyar képzőművészetben többen vannak olyanok, sajnos, sokan, akik kiestek a köztudatból. És látom a műcsarnoknak azt a törekvését, hogy ezeket az embereket mondjuk leletmentés szintjén megmutatni a mai korosztálynak. És ez a kiállítás szerintem ennek egy égköve. Megköszönöm neked ezt a kiállítást. Úgy gondolom, hogy jól érzékeled a szándékot, amit nem is rejtettem vék alá, hogy a műcsarnoknak hármas feladata van. Egyrészt van a művészek és a közönség közötti kapcsolatot szolgáló kiállítás taktikája. Van egy olyan, persze mindenhogyan eddig is érvényesült taktika, hogy a művészek egymással találkozzanak. És van egy harmadik, hogy a közönség is találkozzon. Azt képezné a kánont. Most mindenféle vád éli azokat, akik máshogy látják, mint a főáramlat, hogy azok kánont akarnak képezni. Nem. Akkor lehet valamilyen módon megérteni a legérzékenyebb alkotók törekvéseit, hogyha bemutatjuk őket. Ha bekerül ebbe az előbb említett hármas feladatkörbe, hogy a műcsarnok, vagy egy ilyen hasonló kiállítási intézmény, az a találkozások helyszíne. Úgy látom, hogy azok a
mondjuk nem a festészet témájában működő ilyen kísérleti plasztikák is valahol azoknak a képeknek a előkészítő stúdiumai, vagy fordítva. Ezekhez Miklós nagyon ragaszkodott, hogy itt legyenek. Nem véletlen, mert én látok kapcsolatot azok között, a részletek közt. Egyáltalán az ősi kultúráknak a, most lehet itt rögtön bele gondolni valamilyen kőkorszaki jelrendszert, amiknek számunkra homályos a rendeltetése, pedig akkor evidencia volt, egy általunk lenézett primitív civilizáció valami plusz tudással teljesen értette ezeknek és a kozmosznak a kapcsolatát, de talán eljutott ma addig a hübrisz magasabb lépcsőfokairól visszahátráló legérzékenyebb réteg, hogy ezen változtatni képes.